ezt még egy kicsit lehet törökösebben, dallamosabban, mert a magyaroknak is és a kunoknak is a nyelve sokkal dallamosabb volt, mint nyelvújítás után. Az E-betűvel sajnos majdnem tönkretettük a dallamvilágát a magyar nyelvnek. De én körülbelül így, ahogy a gyerekek egymás közt, meg egy csomó, gondoljuk bele az antantin, antant, dénus, szó, raka, dénus, szó, raka, tikitaka, ami gyerekkoromban, az egy csumér előtti magyar népdal, gyerek dal, ami gyerekek egymásnak adnak tovább. És ez a dallamvilág benne volt. Az, hogy most a himnuszukban egy gyászzene lett, ez sem így indult, a himnusz egy verbunkosnak indult, és sokkal dallamosabban, erőteljesebben, csak ha megnézzük, most már olyan lassú, és hogy már alig tudjuk követni, vagy elénekelni. Egyre lassabb, lassabb. Én majd egy kicsit úgy lennék, ha én rajta, hogy egy kicsit gyorsítani, és befelé húzni a ritmusát. Nem azért, hogy mi most egy francia himnuszt csináljunk, mert így gyönyörű, de kicsit elvesztettük a dallamát, ezt arra mondom. Elnézést, hogy megint hosszú voltam, és még de lent vár bennünket a harmadik stáció, és ezt pedig nem itt is, meg máshol is érdemes végignézni, hogy milyen érdekes ez a kumi atyánk, sőt valószínűleg az iskolákba ki kéne rakni és tanítani a megverhető kun szavakat. Van egy kumánya nevű. Szintén az olaszokat kell említsem hátul, hogy olaszoknak köszönhetjük. Figyelj, Alex! Olaszoknak köszönhetjük, hogy a kun szavak és a kun szótár fönnmaradt. Mert az olasz kereskedők, akik a Fekete-tenger partján azt nyilván saját hasznunkból kereskedés céljában lejegyezték a kun szavakat. Abból maradt meg a Vatikánban, és azt most le is fordították magyarra, amit én még sajnos nem találtam meg, csak ezeket, de ezt már valahol hozzá lehet vérni, és biztos rendkívül izgalmas olvasmány. Tehát ezt is köszönjük az olaszoknak. És akkor most menjünk le egy harmadik stációra. Még elmennék, engedjék meg, hogy megköszönjem Kristóf Ferenc úrnak ezt a kis történelem leckét, kis történelem órát, és ezeket a csodálatos alkotásokat, amivel továbbra is gazdagította a városnak az emlékeit, és szerintem méltóképpen meg sem tudjuk talán köszönni, a legméltóbb talán az, hogyha hagyjuk őt alkotni, és nem gátoljuk meg ebben a munkában, de azért engedjük meg, hogy egy nagyon apróságot mégis elküldjük hálánk nevében. Én kérem, hogy már kiviszem a két kumbabához, és kocintok velük, mert ott az áldozati poharat, ha megnézitek a kezükbe, ez arra vár, hogy időnként, ha olyan hangulatot, hogy menjetek, és kicsit abba is kell önteni, így csinálták régen a kumbabit. Kocintani velük, és az eljutat. Köszönöm szépen. Akkor elmondom, hogy itt állam, de menjünk. Menjünk be a felítást, mert majd az ünnepséget fogja. Thank you.